Bálint nap. A régi időkben a történelmi Magyarország területén számos olyan babona és néphiedelem kötődött ehhez a naphoz, amely elsősorban a fiatal lányoknak segített meghódítani vagy megtartani szerelmüket. Az egyik szerint a lányok előző nap éjfélkor a temetőben megláthatták jövendőbeliüket. Persze más babonák is kötődnek ehhez a naphoz, óbecsei fiatalok elevenítenek fel nekünk egyet közülük. Sziasztok! Sziasztok, gyertek, foglaljatok helyet! A délvidéki városkában a Csermely zenekar énekeséhez, Tallós Hédihez érkeznek a fiúk, aki épp pogácsát sütött, nem is sejtve, hogy ha ezzel kínálja a fiúkat, annak különleges jelentősége van. Kértek pogácsát? Igen, lehet. Tudod, mit jelent ez, hogy a lányok adnak a fiúknak pogácsát Bálint napkor? Nem. A lányok azoknak a fiúknak szokták adni a pogácsát, akik beszerelmesek. A fiatalok mind az alig 2 éve alakult Csermely zenekar tagjai, melynek tagjai először csak fiúk voltak, majd énekesként Hédi is csatlakozott hozzájuk. A zenélés mellett néptáncolnak is, és mint mondják, így kerek az életük. Én úgy tartom, hogy aki igazán szeret néptáncolni, az bármikor énekel szívesen népdalokat, és én úgy tartom magamról, hogy én szívvel és lélekkel szeretek néptáncolni és énekelni is. Nincs vesztegetni való idő, hiszen a Bálint napi táncházban a fiatalok zenélnek. Meg akkor, mint egy tiszt. A fiúkat nem más tanítja zenélni, mint a szintén óbecsei, Fokos zenekar prímása, Cseszák Zsombor, aki nagy szerencsének tartja, hogy zenekaruk példaként állhat a fiatalok előtt, így ők tudják kiképezni a jövő népzenész generációját. Én is személy szerint itthon igyekszem elképzelni a jövőmet, hogy visszatérek, azért is tanítom a kis zenekart is, hogy ilyen legyen utánpótlás zenekar, nekik is legyen még valami kapaszkodó. Tehát, hogy a tánc mellett igazából, hogy megtanuljanak még zenélni, az is egy plusz dolog, ami ide gyökerezi őket. Közben Hédi is megérkezett a próbára. A kultúrkörben már gyülekeznek kicsik és nagyok, hiszen a Bálint napi táncház az egész családnak szól. A táncházak mindig egy jó közösséget alkotnak, mindig közelebb hozzák az embereket egymáshoz, és hát ugyanúgy jól tudnak szórakozni a fiatalok a táncházba is, a szülőkkel együtt akár, a kisebbek a nagyobbakkal is, ugye a fiatalabb generációk az idősebbekkel, mint akármelyik modernkori buliba. A legkisebbek népi játékokkal ismerkednek. Nekik és szüleiknek is nagy élmény, hogy óbecsén közösen kóstolhatnak bele a magyar népi kultúrába. Azt gondolom, hogy ez a zene és maga az egész táncház, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy megismerjék egymást, még közelebbről a táncot, a hagyományainkat és az éneket, az újabb táncokat, újabb énekeket, amiket itt tanítanak az oktatók nekik. Nagyon szeretem együtt táncolni. Szeretem őrizni a hagyományunkat, és ez a táncház szerintem egy nagyon szép, hiszen nagyon sok térséget egybe tudunk ölelni ezzel az egy kis bulival. A táncházhoz a Fokos és a Csermely zenekar közösen húzza a talpalávalót. Egy délvidéki táncházba csöppenni mindig élmény egy anyaországinak is. Mivel én is néptáncolok, ezért próbálok elég sok felé tájékozódni, és nem olyan régóta volt az első alkalom, hogy most itt délvidéken járok, erre tartózkodom, és nagyon jó látni, hogy itt is ennyire őrzik a hagyományokat, és rengeteg néptánc csoport van, és nagyon sok ilyen néptánccal kapcsolatos rendezvény. Vidámságtól és gyerekzsivajtól volt hangos az óbecsei kultúrkör, ahol magyar állami támogatással sikerült megszervezni ezt a felejthetetlen estét. A Bálint napi táncház elérte célját, hiszen összehozta a délvidéki családokat és fiatalokat, hogy közösen éljék meg magyar hagyományainkat.